Köszöntöm nézőinket! Önök a Telepaks Weekend híradóját látják. Az Erzsébet táborok mintájára Paksváros önkormányzata jóvoltából idén is lesznek nyári táborok Pakson. A táborok július 8-ai indulását Szabó Péter, Paks polgármestere és Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója jelentette be sajtótájékoztatón. Az idén is lesz nyári napközis tábor Pakson, annak ellenére, hogy már nincs lehetőségük az önkormányzatoknak Erzsébet táborok megtartására pályázni. A táborok indulását Szabó Péter Paks polgármestere jelentette be sajtótájékoztatón. Paksváros önkormányzata, illetve jó magam, úgy döntöttem, hogy a gyermekek napközbeni ellátásáról a nyári szünidőben igenis gondoskodni kell, és ezért önkormányzati forrásból biztosítottunk erre keretet. Három turnust tudunk indítani, júliusban csak három hetet jelent ez, július 8-án indul az első turnus, és utána hetente még ugye két turnus, a július 8-ai turnuson kívül. Közel 180 gyermek jelentkezett a táborokba, a szervezés a Paks Kistérségi Szociális Központ feladata. Borbás László intézményvezető elmondta, többről van szó, mint egyszerű táborról. Olyan fokú együttműködés hozott létre ez a kényszerhelyzet, hogy az önkormányzat támogatásával kell és pályázati kiírás nélkül megszervezni ebben az évben a napközi tábort, amely az is jól mutat, hogy több mint 50 szervezet személy segítő részvételével tudjuk megvalósítani a valóban nagyon színes programokat. Jelentkeztek új önkéntes segítők is az eddigiek mellé, ez a költséghatékony megszervezést teszi lehetővé az intézményvezető elmondása szerint. A kutyás, csillámtetoválós programok gyermekjoga mellett kiemelt esemény az idén is a strandolás. Másik biztos pont a filmvetítés, minden héten lesz egy filmvetítés. A bázis a szociális központ és a kulturális központ területe lesz a tábor megvalósításánál. A II. Rákóczi általános iskola étkezdébe fogjunk, amikor bent étkezünk, elkölteni az ebédet. Pénteki napon vagy strandnapon, ez a strandon fog megtörténni, természetesen lángost tervezünk az ebéd biztosításához. A szervezők a jelentkezésnél előnyben részesítették a hátrányos helyzetű családok gyermekeit, és figyeltek arra, hogy mindenki legalább egy hetes táborozáson részt tudjon venni. Borbás László felhívta a figyelmet arra, ha valaki nem tud élni a lehetőséggel, mi hamarabb jelezze, hogy más gyermek kerülhessen a helyére. Pakson nem csak a nyári napközis táborra ad lehetőséget az önkormányzat. Természetesen továbbra is biztosította az önkormányzat, mind a Cseresznyés kert elvi iskolában ezt a fajta lehetőséget, hogy ott nyári táborokat tartsanak, és természetesen továbbra is biztosítja a sóstói tábornak az igénybevételét is Paksváros önkormányzata. Az önkormányzati napközis nyári táborral kapcsolatban további információ a Paks Kistérségi Szociális Központ elérhetőségein kérhető. Szabadtéri kamara koncertet adtak a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának részfúvósai a Zenélő Magyarország program keretében szombaton a Csengei Dénes Kulturális Központ előtt. A programra a nagy meleg ellenére sokan voltak kíváncsiak. John Williams zenéjével vette kezdetét az a kamarakoncert, amelyet a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának részfúvósai tartottak a Csengei Dénes Kulturális Központ főbejárata előtt június 29-én este. A kamarakoncert a Zenélő Magyarország programja keretében immár 5. alkalommal a Magyar Rádió művészeti együttesének közreműködésével valósult meg. A szimfonikus zenekar több apró pici kamaracsoport alakult, vannak közöttük vonósok, fafúvósok, és mi pedig a részfúvós vonalat képviseljük. Úgyhogy egy nagyon változatos zenei csokorral készültünk a mai paksi koncertünkre. A
klasszikus zene népszerűsítését tartják elsődlegesnek a művészek, de könnyedebb műfajú számok is megszólaltak a koncerten. A kezdeményezésnek két célja van. Az egyik az az, hogy egyrészt népszerűsítsük magát a műfajt, és a szimfonikus zenekart, pontosabban jelen esetben a részfúvósokat és a részfúvós együttes koncertjeit. A másik pedig az, hogy aki esetleg nem tud eljutni koncertekre, megyeszékhelyre a fővárosba, tulajdonképpen nekik házhoz hozzuk a zenét, és ezáltal is szeretnénk jó hangulatot biztosítani. A részfúvós együttesben jelenleg 11-en zenélnek, a hétvégén 4 koncertet adtak az ország különböző pontjain. A Paksi Kamara koncertre a hőség ellenére sokan voltak kíváncsiak. Elnyerte a közönségdíjat a 2024-es Miss World Hungary szépségversenyen a 23 éves paksi lány Grósz Adél. A döntőben 15 versenyző közül rászavaztak a legtöbben. Adélnak a verseny jelentősége abban rejlett, hogy önbizalmat adott számára. Ez egy borzasztó nagy élmény, és mindenkit búzítok, aki gondolkodott rajta valaha. Már csak a lányok miatt, a tapasztalat miatt, az, hogy mennyi önbizalmat tudtam én magamra szedni, ezáltal az egész által, hogy milyen élmény volt a színpadon állni, az ismeretségek, az élmények, a programok, azért ez egy elég más világ, ezt nem lehet csak úgy felfogni így otthonról, hogy akkor mi minden történik, meg én sem erre számítottam feltétlenül először. Tehát köszönöm így a támogatást a családomnak leginkább első körben, édesanyámnak, meg mindenkinek, tesóméknak, meg mindenkinek, aki szavazott rám, mert hát neki köszönhetem ezt a szép címet, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Hogy hogyan tovább? Most végeztem az egyetemen, a Budapesti Gazdasági Egyetemre jártam, nemzetközi tanulmányokat hallgattam, meg oroszul tanulok, úgyhogy befelé szeretnék először elmenni, de úgy vagyok vele jelenleg, hogy így minden lehetőséget, amit ugye elém sodor az élet, azt el fogok fogadni, és élni fogok vele. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz a folytatás. Adél többet is mesél majd a szépségversenyről július 9-én az E-Taxiban. Megkezdődött a 32. Gastroblues Fesztivál. Július 1-én a Gastroblues Pubban a Silent Zone zenekar lépett fel. A Bese Dóra és Kovács Gergely nevével fémjelzett együttesben debütált a mindössze 14 éves gitáros Gáspár Attila. A Silent Zone koncertjével vette kezdetét a 32. Gastroblues Fesztivál július 1-én a Gastroblues Pubban. Az első 3 napon idén is a paksiaknak adták meg a lehetőséget a szervezők. Kedden a Beatback lépett fel, július 3-án pedig a Charlie Firpo Band tart klubkoncertet. Minden évben ugyanez a 3 formáció eljön, most már jó pár éve, és bemelegítik a csapatot a nagyszínpadi koncertekhez. Érdemes megjegyezni, hogy most új helyszín lesz, nem az eszi sportcsarnokban lesznek a nagy színpadi koncertek, hanem fönt az ASA csarnokban. Így szerintem ugye nagyobb helyen, illetve jobb akusztikájú környezetben lehet végighallgatni majd a nagyon méves zenekarokat. A Silent Zone zenekar énekese Bese Dóra megtiszteltetésnek érzi, hogy idén is ők nyitják meg a fesztivált. Ez a formáció most gyakorlatilag egy teljesen új felállás. Egy-két apró próbakoncertünk volt ezt megelőzően. Akik maradtak az előző felállásból tagok, a férjem Kovács Gergely, Harmad Gabi kórustársam és színjátszótársam, aki vokálozni fog. Wolf Gábor basszus gitározik, ez újdonság. Salamon Gábor dobol, vele már szintén játszottunk korábban, és a legújabb tagunk egy 14 éves fiatalember Paksról, Gáspár Attila. A Silent Zone blues zenét, jazzes témát, populárisabb dalokat, a 60-as, 70-es évek slágereit és beat zenét egyaránt játszott a koncerten. Kovács
Kovács Gergely a fesztivál indulásával egy időben kezdett zenélni. Akkor voltam főső tagozatos, amikor az első fesztivál indult, és itt szívtuk magunkba a blues zene, meg a rock zene alapjait, és közben hangszert ragadtunk, hogy ez kéz a kézbe indult, és akkor szép lassan lehetőséget is kaptunk fellépése. Nagyon emlékszem, az első gasztrobluzos fellépésünk az még a Török Ádi és a Mini előtt volt itt valamelyik éjszakai klubkoncertem. Amellett pedig maga a családias légkör, olyan, mint egy ilyen évenként megismétlődő osztálytalálkozó, ugyanazok az emberekkel találkozunk minden év, és ott folytatjuk, előzébe abba hagytuk. A gitáros szerint a fesztivál közönségének és zenészeinek van, lesz utánpótlása. Például az idei olasz gitáros fellépő, ő is 27 éves, de már a szakma legnagyobbjaival játszott a nagy színpadon, úgyhogy ő szerintem a következő években üstökösként fogja majd berobbanni ugye a világköztudatba is. És hát igen, itt is nálunk ahogy az előbb mondtam, hogy én annak idején felső tagozatosként kezdtem fesztiválozni, hát itt nálunk ma a zenekari, legfiatalabb zenekari tag, ő meg most végezte éppen az általános iskolát. Hát ő nem csak résztvevőként lesz a fesztiválon, hanem már kapásból fellépőként. Csütörtökön a klubkoncerteket már az ASE étteremben tartják, péntektől pedig beindul a Gárdai Ádám szavait idézve nagy üzem. Templomi koncertekkel, illetve hát majd vasárnap zárjuk a dolgokat ugye a szabadtéri főzőversennyel, illetve a Kárpát-medencei gasztroblósz piknikkel, és hát ott is lesz majd a végén még egy klubkoncert, a Tűzkerék XT fogja zárni a sort, úgyhogy szerintem egy tartalmas, jó színvonalú eseményt sikerült összeállítani, és mindenkit szeretettel várunk az összes programunkra. A fesztivál a hagyományoknak megfelelően jótékonysági célokat is szolgál. Több helyen gyűjtünk a Viski Magyar Óvoda fenntartására. Egyrészt lesznek itt borkóstolók pénteken, illetve szombaton a Gasztroblusz klubban. Ez 3 órától kezdődik, erre lehet még jelentkezni. A honlapunkon fönt van a telefonszám, ahol lehet erre a színvonalas programra jelentkezni. 4 országosan ismert borász mutatja be a jobbnál jobb borait, és hát gyűjtünk ugye a templomi koncertek alkalmával is, annak is a teljes jegybevétele a Viski Magyar Óvoda fenntartására gyűlik, illetve hát hagyományosan a főzőverseny kóstoló jegyeiből befolyó összeg is erre a célra megy. A rendezvény részletes programját megtalálják a gastroblues.hu oldalon. Kegyeleti sétát és koszorúzást szervez a Paksi Pünkösdi gyülekezet a paksi zsidóság deportálásának 80. évfordulója alkalmából, július 7-én 18 órától. A megemlékezés keretében megkoszorúzzák a Pákolic István városi könyvtár az egykori zsinagóga falán elhelyezett emléktáblát, majd az Ópaks vasútállomáshoz vonulnak. Itt rövid megemlékezés után a jelenlevők mécses gyújtanak az elhurcoltak emlékére. Immár másodszor rendeztek fesztivált a Nemzetközi Duna Naphoz kapcsolódóan a Böcskei Szent András kastélyban. A június 28-ától 30-ig tartó rendezvényen színes programok követték egymást. Kellemes környezetben pihenhettek azok, akik az elmúlt hétvégén ellátogattak a Duna Fesztiválra a Böcskei Szent András kastélyba. A fesztivált második alkalommal szervezi meg a kastély tulajdonosa Belasics Edit. A Duna a legtöbb országot összekötő folyó, és nekem az a célom vele, hogy ne csak a vizek által kötődjünk össze, hanem kapcsolódjunk, kis falvak is, kicsik is, nagyok is, nagyvárosok is, és országok is. Hiszen most is van egy olyan képzőművészeti kiállításunk, ahol Szerbiából, Erdélyből, Magyarországról, Ausztriából, Olaszországból, Németországból vannak festőművészek, és természetesen Magyarországról is, és ez azt jelenti, hogy a művészeteken keresztül is kapcsolódunk egymáshoz. Minden korosztály megtalálhatta a kedvére valót a rendezvényen, hiszen a szenior tánctól a gyermekprogramokig széles volt a paletta. Az egyik legnépszerűbb program éppen a kastélybejárás volt, pincétől a padlásig. Itt meghirdettünk időpontokat, amikor érkezhettek azok, akiket érdekel ez a téma.
meg egyáltalán érdekel ez a kastély, és én úgy látom, hogy a történetét is nagyon szeretik, szeretik azokat a kis sztorikat, amik itt akár a rekonstrukció alatt, akár pedig a különböző programokon előfordultak, szeretik, ha mesélek a keltákról például, akik 4000 éve itt laktak, meg 2000 éve is itt laktak. Zenés filmfesztivált is tartottak a rendezvényen, amelynek keretében Generációk közt címmel Papp Gyulával Gerebics Sándor filmrendező beszélgetett. A világhírű zenész Kézdi Lucával koncertet is adott a Kápolnánál. A szombat délután a helyi értékeké volt, hiszen népviseleti bemutatót tartottak, és fellépett a Bölcskei Néptánc Egyesület valamennyi táncosa. Idén is gondoltak a gazdálkodókra. Matus Dóra, a My Farm operatív vezetője társszervezőként vett részt a fesztiválon. A Szent András kastély tulajdonosának felkérésére csatlakoztam, de egész egyszerűen azért jó szívvel, mert rövidellátási láncszervezőként, vidékfejlesztő agrármérnökként szakmámból kifolyólag is mindig azért tettem, hogy a vidéki életet fellendítsük, felpezsdítsük, a termelőknek a szerephez jutását segítsem, és minden egyes ilyen rendezvény egy esély, egy lehetőség erre, hogy a vidékbe színt és életet vigyünk. A fesztivált mezőgazdasági szakmai előadások színesítették. A néptánc bemutatók, koncertek, kiállítások mellett voltak olyan előadások, amelyek a fenntarthatóság köré szerveződtek, a fenntartható kerttel, az otthoni kertgazdálkodással, növénytermesztéssel, ehető vadnövényekkel, virágokkal kapcsolatos komposztálással és az otthoni praktikákkal kapcsolatos előadásokat hoztunk. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. Boszorkány szombat lesz Pusztahencsén, július 6-án. Boszorkány konyha főzőversenyre, ökumenikus istentiszteletre, színes, szórakoztató programokra hívják az érdeklődőket. A település fennállásának 110. évfordulója alkalmából Pusztahencse múltját fotókkal, festményekkel felidéző kiállítás nyílik. Közös ebédre, megemlékezésre, ünneplésre hívják vissza a településről elszármazottakat a szervezők. Szombaton adják át a Pusztahencséért díjat, a koncerteket követően az estét bázárja. Megköszönöm figyelmüket. Víkend híradóval legközelebb pénteken jelentkezünk. Addig is tartsanak velünk, viszontlátásra!